Szentesre jártam gimnáziumba, ahol volt egy kis könyvesbolt, ma is azt hiszem az az egyetlen könyvesbolt a városban, és ott dolgozott egy nagyon szép könyvesboltos kisasszony, ő lehetett 20 éves, mi meg ilyen 16-17 évesek, és szerettük volna fölhívni magunkra a figyelmet, és azért a barátaimmal minden nap bementünk a könyvesboltba, és ők megkérdezték, hogy megvan-e Nyári Krisztiántól a Felhők ugye visszatérnek című kötet. És akkor mondta persze, hogy nincsen, de biztos, hogy van, menjen föl a polcon, nézze meg, itt ott, és ez 2-3 napig ment is, hogy szegény kereste a nem létező szerző, nem létező kötetét. És aztán a harmadik napon rájött, hogy mi csak szemtelenkedünk vele, és akkor fagyosan megkérdezte, hogy nem keresse minket az anyukánk. És akkor oda többé nem mertünk bemenni ebbe a könyvesboltba, pedig nagyon vágyakoztunk. És valamikor tavaly vagy tavaly előtt voltam Szentesen egy író-olvasó találkozón, és bementem a könyvesboltba. Egy kicsit vágytam rá, hogy ott legyen 20 évesen természetesen még mindig ez a könyvesboltos kisasszony, de már nem volt ott. Viszont voltak Nyári Krisztián könyvek, és akkor úgy jól esett, hogy tulajdonképpen így utólag mégiscsak igazunk volt, és olyan nagyot nem hazudtunk neki. Ez az én könyvesboltos történetem.